Tapsvihar és fényképezőgépek kattogása közepette vehette át a szekszárdi gyár vezetője a kormány támogatói okiratát. Ennél a cégnél 283 munkavállaló után 42,5 millió forint támogatást tudtak lehívni. Pozitívum mindenképp az volt, hogy a dolgozókat így tudtuk igazából dolgoztatni, foglalkoztatni tovább, csak azt az időt kellett kifizetni, amit ledolgoztak, és a fennmaradó idő, mivel ugye itt visszatértek ilyen napi 2 órára és napi 4 órás munkára, a kieső időt a magyar állam kompenzálta. Tehát ez a cégeknek egy óriási nagy segítség volt, akik ezzel a programmal éltek. A bértámogatás lényege, hogy a csökkentett munkaidőre átálló cégek megkapják a munkavállalóik kieső bérének 70%-át. Tolna megyében a program kifejezetten sikeres, hiszen eddig már több mint 3000 állást sikerült így megvédeni. Azt gondolom, hogy mutatja ennek a bértámogatásnak a sikerét, hogy nagyon sok, nem csak szekszárdi, hanem Tolna megyei, illetve a szekszárd térségében lévő vállalat is élt ennek a lehetőséggel. Ha megengedi, akkor egy-két számot konkrétan. Tehát Tolna megyében mintegy 290 vállalkozás volt jogosult, vagy jogosult erre a munkahelyvédelmi bértámogatásra, és Tolna megyében ehhez a 290 vállalathoz 561 millió forint értékben érkezik támogatás. Ez azt jelenti, hogy munkavállalóként 170 ezer forintos támogatást kapnak átlagosan a szekszárdi vállalkozások. Konkrétan az én választókerületemben, hiszen számomra ez a legfontosabb, ebből a 290-ből 142 a szekszárdi választókerületbe érkezett, tehát lehet azt mondani, hogy megyébe érkező támogatásoknak a fele az a szekszárdi választókerületbe érkezett, és ezáltal itt mintegy 1461 munkahelyet tudtunk szekszárdi térségben megőrizni, mintegy 250 millió forint támogatással. Tehát összességében azt mutatja, hogy szükségszerű volt, és a cégeknek adott esetben a koronavírus okozta a piaci pozícióvesztés vagy gazdasági labilitásnak, ez egy mankó lehetett annak érdekében, hogy ne mondjanak fel a munkavállalóknak. György László, gazdaságstratégiáért és támogatásért felelős államtitkár a támogatói okirat átadása után azt mondta, a bértámogatási program elindításakor a kormány célja az volt, hogy a nagyvállalatok mellett a munkavállalók mintegy 70%-át foglalkoztató mikro, kis és középvállalkozások is igénybe tudják azt venni. A munkahelyvédelmi bértámogatásra kérelmet benyújtó vállalkozások 95%-a mikro, kicsi és közepes vállalkozás, ami azért fontos számunkra, mert a világban azt tapasztaljuk, hogy többnyire ezek a munkahelyvédelmi bértámogatási programok a nagyvállalatoknak szólnak. Esetünkben Magyarországon pedig csak a vállalkozások 5%-a nagyvállalat, amely munkahelyvédelmi bértámogatásért folyamodott. És ez azt is jelenti, hogy egyrészt mindenkit elérünk, másrészt nem annyira bonyolult az adminisztrációja. Minden ilyen programnak, amikor az adófizetők pénzét költjük, van adminisztratív terhe, hiszen felelősen bánunk ezekkel a pénzekkel, de úgy tűnik, hogy ez a vállalkozások számára ma Magyarországon teljesíthető, és ennek nagyon örülünk. Magyarországon a nemzetközi trendet tekintve kifejezetten lassan terjed a koronavírus. Ez bizakodásra ad okot György László szerint, ám nem szabad megfeledkezni arról, hogy azokban az országokban, ahol a járvány első hullámának levonulása súlyosabb volt, a helyi gazdaságok is kemény csapást kaptak. Magyarország most egy jó értelemben vett fehér folt a világban. Fehér folt a szónak abban az értelmében, hogy nálunk nem terjed a vírus, vagy ha van, akkor az esetszám az 10 körül alakul egy nap alatt. Ez abban a viszonyrendszerben különösen nagy teljesítmény, hogy szombat, július 4-e szombat volt az a nap a világban, amikor a legtöbb új fertőzést detektálták. Tehát a világban gyorsan terjed a vírus, az első 1 millió fertőzötthöz 100 napnak kellett eltelnie, most 11 millió fertőzöttnél tartunk, és 10-ről 11 millióra nőtt a fertőzöttek száma, az mindösszesen 5 napra volt szükség. Tehát a koronavírus válság a világban tart, Magyarországon kordában tudjuk tartani, a magyar emberek fegyelmezettségének is köszönhetően. És ez azért fontos, mert azt tapasztaltuk 100 évvel ezelőtt, amikor egy sokkal súlyosabb vírus, a spanyol nátha terjedt a világban, hogy azok a városok az Egyesült Államokban, amelyek sikeresen védekeztek, azok az azt követő 5 évben 3-szor akkora gazdasági növekedésre voltak képesek, mint a sikertelenül védekezők. Ez egy Los Angeles 3-szor akkora gazdasági növekedés produkált, mint attól nem messze fekvő San Francisco. A munkahelyvédelmi bértámogatást augusztus 31-ig igényelhetik a hazai vállalkozások.